Megvárjuk. Big Strike 17. napján ismételten gyalázatos, otromba, jogsértő cselekedet történt. Nem tudtak ávóra, és hagyd mondjam, igen, gestapó emlékeztető módszerekkel eltávolítani minket, elhallgattatni. Most is megy folyamatosan a zene, 4-5 nap után cserélték, és a hangerőt 20-adjára csökkentették, miután rendőrségi feljelentést tettünk. De továbbra is megy a zene, amit nem mi rendeltünk meg. Továbbra is itt vannak mögöttünk a reflektorok, amelyekkel a szemünkbe világítanak esténként. Azon a helyen, amelyet amúgy december 15-én az éjségsztrájkra kijelöltek, tehát mindenkinek felhívom a figyelmét, az éjségsztrájkra kijelölt helyen tartózkodunk. És hogy a jogsértések sorozata folytatódjon, ahogy mondtam, a közszolgálati televízió napok óta, hetek óta, vagy egyáltalán nem számol be arról, hogy éjségsztrájk folyik, és van egyáltalán Lomnici ügy, és hatalmas nemzetközi botrány kerekedett most már az ügyből. A hírmanipulátorok, hírcsalók továbbra is bent vannak ebben az épületben. Továbbra is Németh Zsolt, Élő Gábor kirúgott hírigazgató helyettese, Hegedűs István másik helyettes, és Pap Dániel, a hírcsaló, hírmanipulátor, most nem hírfőszerkesztőként, hanem közélet és dokumentum főszerkesztőként itt van ebben az épületben. A Naphegyen székelnek, ugye ott van az ő főnökeik, akik nem voltak hajlandók mind a mai napig helyreállítani a törvényes állapotot, nem távolították el a hírcsalókat, manipulátorokat, a híranyagokat naponta, megmásító vezetőket, Belénesi Csaba továbbra is ott ül az MT vezérigazgatói székében, és Böröc István is, akinek felmentését kezdeményeztük főnökénél, Szalai Anna Máriánál, a médiatanács elnökénél. Erre még mind a mai napig nem kaptuk választ, mint arra sem kaptunk választ, amit még valamikor Böröc Istvánnak is átnyújtottunk, hogy 4 oldalban követeltük mind a Lomnici ügy, mind a Kombendit ügy, mind a elmúlt másfél év hírcsalásainak, hírmanipulációnak a kivizsgálását. Azóta már hallhattuk, aki követi a sajtót, hogy most már fogyatékosokkal kapcsolatos anyagokat is megmásítottak, ott is tiltakozás van. Nem tudjuk, hány manipulációnak, hány csalásnak kell még elkövetkezni ahhoz, vagy milyen tragédiának kell elkövetkezni ahhoz, hogy végre azok, akik felelősek, akik megsértik nap mint nap a Magyar Köztársaság alkotmányát és törvényeit, akik nap mint nap semmibe veszik a közszolgálatra vonatkozó szabályokat, szakmai, etikai szabályzatokat, hogy azokat felelősségre vonják. Hiába van a törvény, hiába van a törvény által előírt jog, hogyha azt itt, ebben a házban semmibe veszik, lábbal tiporják Naphegytől egészen idáig. Tegnap azt mondanám, hogy egy időutazásban vettünk részt, akkor nem árulnék el tulajdonképpen más, mint ami történt. 50-es évekre emlékeztető jelenetek zajlottak le itt, ezen a helyen. Először a biztonsági szolgálat egyik tagja arra szólított fel, kért minket, Szávu Jaranka kollégámmal, mind a ketten a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének vagyunk vezető tisztségviselői alelnökei, hogy menjünk be az épületbe, nem volt hajlandó megmondani, ugyan miért kéne bemennünk, majd utána egy hebegő, habogó hölgy, aki azt mondta, hogy az MTVA személyzeti osztálynak a munkatársa, HR, azt hiszem ezt mondta, a munkatársa azt mondta, hogy nekünk át akar adni egy leszerelő papírt, hogy 3 napon belül szereljünk le. Mi a közmédia munkatársai voltunk, és tekintjük magunkat annak, szakszervezeti vezetők, mi nem leszerelni akarunk, mi nem hadseregben vagyunk, hanem mi a tisztességes közmédiáért harcolunk, és azért egészségünk kockáztatásával is itt vagyunk. Aztán kiderült, hogy sajtónyilatkozatot is közzétettek, hogy minket rendkívüli felmondással elküldtek. A rendkívüli felmondás oka valótlan, egyértelműen meg akartak szabadulni tőlünk. Ha a ávó gestapo módszereivel nem értek el célt, akkor úgy gondolták, hogy rendkívüli felmondással küldenek el. El kell mondani, hogy 2-3 héttel vagy 4 héttel ezelőtt már a TFS 8 vezető tisztségviselőjétől rendes felmondással meg akart szabadulni a munkáltató. A hivatalos indok az volt, hogy az átalakítás miatt a munkánkra nincs szükség. Nota bene, az éjségsztrájk harmadik napján
munkával akartak megbízni minket, tehát most már tényleg nem tudjuk, hogy mikor mondanak igazat, mikor valótlant, általában valótlant mondanak. A rendes felmondás esetén szakszervezeti vezető tisztségviselők esetében kötelező kikérni előzetesen a szakszervezet vezetésének a egyetértését. Ezt az egyetértést nem adta meg a szakszervezet, egyhangú döntésével elutasította az egyetértés megadását, jelezte, hogy a szakszervezet ellehetetlenítéséről van szó, szakszervezeti tevékenység miatti diszkriminációról, megtorlásról. Miután a rendes felmondással nem tudta megszüntetni a munkaviszonyokat, mert mind a mai napig még véd minket a munkatörvénykönyve, nem tudott elhallgattatni minket más eszközökkel, akkor most rendkívüli felmondást próbált felén közölni, természetesen jogellenesen ezt is. Rendkívüli felmondás esetén szakszervezeti vezetők tekintetében előzetesen, hangsúlyozom, előzetesen kell tájékoztatni a szakszervezet vezetését, hogy ilyen lépésre készül a munkáltató. A tájékoztatás közlésétől számítva, ami tegnap történt meg szintén jogszabály ellenesen, 3 munkanapja van a szakszervezet vezetésének, hogy erről vélemény nyilvánítson. Természetesen a vélemény ebben az esetben nem vétó, tehát megteheti a döntését, akár jogellenesen a munkáltató, de meg kellett volna várni ezt a 3 munkanapot. A sokadik jogsértés bekövetkezett, még arra sem voltak tekintette, hogy legalább a 3 munkanapot bevárják. Nem történt meg, újabb törvénysértést követett el a munkáltató, most már a nagyon sokadikat. Arról nem beszélünk persze, hogy felháborító, szégyenletes, gyalázatos, hogy 17 napja éhségsztrájkolókkal szemben így lép fel a munkáltató. Egészségünket kockáztatja, miért amúgy büntetőjogi felelősséggel is tartozik, hiszen a tegnapi napig mindenképpen mi munkavállalói voltunk. Tegnapi nap az inzultus, a fizikai erőszaki ráhatás után megakadályozták azt, hogy a munkáinkra belépjünk, ami többszörösen jogsértő, hiszen személyes dolgaink ott vannak egy szobában, kiderült, hogy lepecsételt szobában, nem tudtunk hozzájutni személyes tárgyainkhoz, és nem tudtunk bejutni a munkahelyre, annak ellenére, hogy egy reprezentatív, az MTV második legnagyobb szakszervezetének vagyunk vezető tisztségviselői, akik munkaviszonytól függetlenül jogunk van, hogy belépjünk a munkáltató által irányított telephely, üzemhely területére, ha legalább egy munkaviszonyban álló tagunk van, körülbelül 200 munkaviszonyban álló tagunk van, ebben a tekintetben is jogsértően, törvénysértően járt el a munkáltató. Ma pedig azt közölt az egyik sajtóorgánum, Szabó László kommunikációs igazgatóra hivatkozva, hogy nem igaz, hogy nem tudunk bejutni, természetesen jogunk van bejutni. Tegnap Szávú Jarankával és körülbelül 6 tanúval jegyzőkönyvet vettünk fel, hogy nem tudtunk bejutni az épületbe. Ma megnézzük, hogy a törvényeket elolvasva hirtelen megváltozott a helyzet, a sajtótájékoztató után meghívjuk a sajtó munkatársait, hogy együtt tekintsük meg, hogy ma már valószínűleg el fognak engedni és hozzá tudunk jutni személyes holmiainkhoz, és kapcsolatba tudunk lépni tagjainkkal, ami ebben az épületben van a TFS irodája is, tehát már ez is csak érdekes, hogy a TFS saját dokumentumjait sem tud hozzáférni. Az éhségsztrájk folytatódni fog, fizikai erőszakkal nem tudnak eltávolítani minket, innen törvényes alkotmányos jogainkat gyakoroljuk, most már a mai nap 8 éhségsztrájkoló van, újságírók mellett a civil társadalom képviselői is itt vannak. Azt hiszem szégyenletes, hogy Tatabányáról, illetve hát szégyenletes egyrészt, hogy ilyen helyzet adódott, másrészt pedig a civil társadalom támogatottságát meg kell köszönnöm mindenkinek, hiszen amit itt látnak, azt mind neki köszönhetjük. Köszönöm azokat a civileket, akik csatlakoztak ehhez, mert úgy érzik, hogy nem lehet lábbal tiporni a jogállamot, nem lehet lábbal tiporni a törvényességet, és a felelősöket felelősségre kell vonni. Köszönöm azokat is, akik akadályoztatva vannak mozgásukban, látásukban, és mégis úgy gondolták, hogy itt kell lenniük. Csatlakozni kell azokhoz, akik megpróbálják lemosni azt a gyalázatot, amit hírcsalók, hírmanipulátorok hoztak, és a vezetőik, akik bújtatják, védik őket erre az országra. A gördülő, gurulós éhségsztrájk folytatódni fog, amennyiben fizikailag nem bírjuk tovább, akik elkezdtük, ugye Szávú Jarankával, 2. december 10-én kezdtük ezt 14 órakor, fizikai teljesítőképességünk természetesen egyre csökken. Botrányos, gyalázatos, döbbenetes,
hogy a közpénzből fenntartott MTVA kommunikációs igazgatója képes egy olyan Facebook oldalt létrehozni, ahol most már ismételten megpróbál lejáratni minket, titkos szolgálati módszerekkel a szobánkba becsempésznek lerágolt szendvicset, majd kiteszik, mintha mi szendvicseket fogyasztanánk. Döbbenes gyalázat, Szabó Lászlónak el kell gondolkozni azon, hogy a törvényesség oldalán áll, vagy pedig a törvénysértők oldalán áll. Szerintem neki is le kellene vonni mindezek után a tanulságot, hogy mi a törvényes, tisztességes dolga egy közpénzekből fenntartott intézmény vezetőjének, aki nagyon jelentős jövedelmet kap, sokkal többet, mint itt a legtöbben. Nem tudom, hogy Aranka kívánsz-e valamit megmondani. Akkor amennyiben nem várjuk a kérdéseket, ha van. Bocsánat, jól szóval csak az MTT, azt tudom megkérdezni, hogy voltam akkor, hogy olyan volt, aki itt, aki olyan volt, aki, hogy a munkát elvárni vagytok, így van, és akkor nem kell bejelenteni egy ilyen tüntetést, ha minden igaz, tehát nincs bejelentés a kötelezettség a rendőrség felé. És most, hogy meglátszik itt az a jó viszony, mi történik? A jobb viszony nem változott semmit. Ezen a területen, ugye ez magánterület, ezt nem vitattuk, hogy magánterületen vagyunk. Amennyiben ez mondjuk gyülekezés jog alá tartozna, annyi a különbség, hogy magánterületen nem kell bejelentést tenni. A rendőrség felé a BRFK nem véletlenül jelentette ki, hogy nincs intézkedés rok, nem közterületen vagyunk. Ha közterületen lennék, akkor van bejelentési kötelezettség, persze hát vannak egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek. Itt egy olyan demonstráció, éjségsztrájk folyik, amit amúgy tudomásul vettek, ez egy éjségsztrájkra kijelölt hely. Ugyan eltűnt a tábla, amit az MTVA tett ki, mert a szél összetörte, de ők jelölték ki ezt a területet. Az MTVA biztosította a mozgó WC-t, igaz, hogy egyszer azt a saját pénzünkből nekünk kellett kifizetni több mint 22 ezer forintért, hogy cseréljék a benne lévő dolgokat és tisztítsák ki, de ezt mind az MTVA biztosította, tehát az MTVA, nem tudom amúgy, hogy milyen jogcímen van ő egyébként itt, se nem bérlő, se nem tulajdonos, de ők teremtették meg ezt a feltételt, ők zárták le december 15-én a Magyar Televízió főbejáratát, mi nem zártunk le semmit, nem akadályoztunk senkinek a mozgását, ezt a Magyar Televízió tette meg, mikor megjelent egy új ember, aki egy nevet mondott, azt nem mondta, hogy ő mit, milyen beosztású, kit képvisel, milyen jogviszonyban van. Aki azt mondta a tulajdonosra hivatkozva, hogy ez egy magánterület, és hogy a tulajdonos azt akarja, hogy menjünk el innen. Az egyik újság főszerkesztője felhívta a tulajdonost, aki elmondta, hogy ő semmifajta utasítást nem adott arra, hogy innét minket eltávolítsanak. Tehát aki azt állítja, hogy a tulajdonos erről döntött, az valóban állít. Most szerintem már új parancsot kaptak, hiszen rájöttek, hogy törvénysértés, a szakszervezeti vezetőket nem engedik meg, mert mindjárt megnézzük. Megjönnek a stábok figyelmét, hogy ne forgassanak forgatási engedély nélkül, jó? Csak közintézményben vagyunk közterületen, tehát a 70 milliárdból fenntartott színházában. Működik a belépés, ugye tegnap nem működött, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, tanulva a szakszervezeti elnöke jelenlétére. Szerintem a működni fog, hogy látom a változatot. Megnézzük. Nem. Nem tudunk bejutni. Ugye Szabó László kommunikációs igazgató nyilatkozta, hogy természetesen minden további nélkül be tudunk jutni. Hát nézzük meg még egyszer, hát ha másik nélkül be tudunk bejutni. Nem tudunk bejutni, a Magyar Köztársaság törvényét megsértik. A MTV egy második legnagyobb reprezentatív szakszervezetének két vezető tisztségviselő, a Szábó Aranka alelnök kollégám, és Nagy Navarú Balázs nem tud bejutni a telephelyre. Közben egy úriember látom, hogy jegyzettek be azt, hogy mit mondok, meg lehet tőle kérdezni, hogy kitől van ő, esetleg valamelyik biztonsági szolgálat, vagy nem tudom kinek az alkalmazott, én nem látom, biztos, hogy nem televízió szerkesztő. Nem tudunk bejutni, megsértik a munkatörvénykönyvét, amit látható, akkor ezek szerint, ha Szabó László azt nyilatkozta, hogy minden további nélkül be tudunk jutni, megsértik a törvényt.
ez az úriember volt a biztonsági szolgálattól, aki a belső melegedő helységünkben ott volt főnökével, Kovács Istvánnal együtt. Őt kell megkérdezni, hogy hogyan került az a megrágott szendvics, sonkás szendvics volt, megrágott ekkora darab, megvan felvételen a szobánkba. A társadalom nyugodtan kérdezzék meg, hogy valóban ő volt-e. Ő volt az a illető, aki amúgy azt mondta tegnap a rendkívüli felmondással kapcsolatos színjáték előtt, hogy menjünk be az épületbe. Nem volt hajlandó elárulni, hogy miért, és van nála egy sajtó igaza, nem tudom, hogy ott van még minden, meg lehet mutatni a sajtó munkatársainak is, de nem szerkesztő, nem szerkesztő riporter, tehát nem sajtó munkatársával állom szemben, hanem a biztonsági szolgálat egyik munkatársával. Amennyiben nem járul hozzá a arcképásának a rögzítéséhez, akkor ez természetesen joga van. Itt is vannak kamerák, amelyek folyamatosan rögzítik azt, hogy ki ide belép, az folyamatos rögzítés van. Ebben a tekintetben 2011 májusában az adatvédelmi biztoshoz fordultunk. Nem tudom az ügyfigirat számát, azt már meg kell kérdezni, jó, az adatvédelmi biztosról vizsgálatot rendelt el, folyamatban van a vizsgálat. Ennyi van, megint bebizonyosodott, hogy jogsértő, törvénysértő tevékenység folyik, nem tudunk hozzájutni a személyes honjainkhoz se. Mindenki láthatja, hogy mi a való, és mi a valótlan, mi a hamis, és mi az igaz. Köszönjük. Egy másik pedig, hogy mi szakszervezeti vezetőképviselettel rendelkező vezetők vagyunk. Itt van ebben az épületben az irodánk. Személyes és különleges adatokkal teli dokumentumok. Tehát egy csomó olyan dolog van, de amúgy a törvény biztosítja, hogy itt nekünk be kell engednie. Nem biztonsági főnök helyettesen múlik, hogy a törvényt betartják vagy nem. Amennyiben megakadályozza, akkor természetesen meg fogjuk tenni a megfelelő intézkedéseket, ki fogjuk hívni a rendőrséget és jelezzük, hogy büntető feljelentést fogunk tenni. Hogy én itt dolgoztam a TVA alkalmazásában, személyes formú mindenhatónak egy szolgálatot az MTVA biztosított a készségszágon folytatók számára. Tegnap este óta nem tudunk bejutni, nem tudunk ad értéktárgyukhoz személyes formúhoz hozzájutni. Tegnap erről jegyzőkönyvet is felvettük, itt semmilyen módon nem tudtunk bejutni, magyarázatot nem adtak, csak egyszerűen nem tudunk bejutni, nem tudtuk hozzáférni személyes dolgainkhoz. Emellett szakszereti vezető vagyok ennek a itt dolgozó munkalaknak, egyik reprezentatív szakszervezetének vagyok az alelnöke, a munkatörvénykönyve szerint biztosítani kellene a munkátadónak, ha legalább egy tagunk van a képviselettel rendelkezik, akkor bejuthassunk esetleg. Bemegyünk és tisztázzuk, jó? Jó, nézzük, valamit. A sajtot nem kérem, hogy maradjanak egy előjük álló gyújtó. Jönnék itt Tőle nincs joga korlátozni a munkáltatónak, hogy a vezető tisztségviselő... Most be lehet lépni egyesével, átvenni a személyes dolgokat, ami abban a helyiségben. Jelzem, szakszervezeti vezető tisztségviselő vagyunk, nincs olyan munkatörvénykönyv szerint kötelező minket beengedni, nincs olyan egyesével, kettesével, hármasával nem korlátozhatja, amennyiben a szakszerveti tevékenységet korlátoz, amúgy a bűnselekménynek számít. Akkor itt ezt még egyszer tudjuk megerősíteni, hogy a lokális törvényszabályozásra nem próbáltak megint
fellépni, nincs olyan törvényi szabályozás, amely egy választott szakszereti tisztségviselőket egyesével engedve az épületbe. Amúgy hangsúlyozottan elmondanám, itt személyi dolgok, személyi holdik átvételéről volt szó, tehát nem is arról volt szó, hogy mi szakszervezeti vezetőket minket beengednek. Ez megint törvénysértő, jogsértőnek fogjuk tenni a megfelelő lépéseket, és amennyiben kell büntető feljelentést fogunk tenni. Ezt már a jogi képviselőhöz kell. Korlátozták a kimenő hírás. Igen, azt most kaptuk a hírt amúgy, hogy kb. 5 perccel ezelőtt tiltották le a munkahelytől kapott mobiltelefonokon a kimenő hívást. Ezek a munkahelytől kapott mobiltelefonok részben személyes használatra is vannak, tehát egy bizonyos értékhatáron felül akkor nekünk kell kifizetni, azon többet hívások voltak, tehát ebben a tekintetben is ez az intézkedés kb. 5 perccel, 10 perccel ezelőtt történt. Kérjük, hogy erről mindenki tájékoztassanak, tegyék ki, hogy hogyan működik ez Magyarországon.